Télen bóbiskolnak az erdők. Talán ez fejezi ki a legjobban, hogy mi történik a rengeteg fával a hideg évszakban. Az erdőben azonban nem áll meg az élet. Gondos kezek vigyázzák álmát, hogy tavasszal újra ünneplőbe öltözhessen. Gyakran találkozni az erdészekkel, miközben zöld ruhájukban az erdőket járják. Az erdőgazdálkodásban ez az időszak elsősorban a betakarítás ideje. Ilyenkor nem csak a fák, hanem az aljnövényzet is nyugalmi állapotban van. Az erdészek télen az erdő évtizedek, vagy akár évszázad óta érő gyümölcseit szedik le. Ilyenkor termelik ki az ország fa szükségletét. Hosszú évek gondossága, a károsítóktól és természeti csapásoktól óvó erdei környezet, megfelelő nedvességi és fényviszonyok kialakítása kell ahhoz, hogy az erdő állékony maradjon. Amikor egy területen kitermelték a kiválasztott fákat, ott maradnak a fiatalabbak, akiket immár nem árnyékol le idősebb társaik kiterjedt lombkoronája. Így a nyugalmi időszak végeztével több fénnyel, nagyobb eséllyel és energiával vághatnak neki a növekedés előttük álló évtizedeinek. Jó gazda módjára az erdészek gondoskodnak arról, hogy amíg bóbiskol az erdő, esztendőről esztendőre megújítsák nemzeti kincsünket, a magyar erdőket. Az 1921-ben Franz Zell müncheni építész tervei alapján készült bajor stílusú sasbérc kilátó mától újra régi pompájában várja a természetjárókat a Budapesti Erdőgazdaság ZRT erdészei munkájának eredményeként. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budapesti Erdőgazdaság ZRT nevében egy újabb közjóléti létesítmény átadási ünnepségen. Itt a sasbérci kilátó egy kuriózum, ami előtt állhatunk, és aminek a felújítását ünnepeljük a mai napon, mert ha tudásom nem csal, akkor ilyen típusú kilátó Magyarországon más nincs, csak a sasbérci, ami tulajdonképpen egy torony, a torony tetején egy épülettel. Én azt hiszem, hogy az egyedisége abban rejlik, hogy ez a fachwerk német tervezői elgondolás, ami ma Magyarországon nem túl sok épületen, építményen található meg. Ez egy nagyon szép fa szerkezet, vörös fenyőből készült a legtöbb része, a tartószerkezetek, a padlózat, a terasz rész. 100 éves múltra tekint vissza ez a kilátó, mint ahogy már oly sokszor megemlékeztünk rá, itt is a magyar főnemesi, nemesi háttér azért fellelhető a kilátó létesítésében is. Ez is egy öröm, mert azért nagyon fontosnak érzem azt, hogy a gyökereinket megfelelően próbáljuk helyrehozni. De szeretnék az erdőbe fa lenni, ha valaki haza vinne tüzelni, kigyújtanám ezt a gyarló világot, akibe én szeretőt nem találok. Mi nagyon tiszteljük itt a környékben lakó embereknek a kultúráját, ezért próbáltuk ezen a mai ünnepségen is ezt a hangulatot egy kicsit megidézni, az itt élő embereknek a kultúráját, egy kicsit átadjunk azokból a szépségekből, amelyeket itt a bujáki kis térség hordoz magában. Ez a sasbérc kilátó, ez bujáknak ténylegesen, ahogy a mai átadó ünnepségen is elhangzott, a csodái közé tartozik, hiszen ez egy kiemelkedő, a legmagasabb pontja is itt az erdészetünknek a területén. Egy olyan építmény, amire azt hiszem ténylegesen méltán lehetünk büszkék, hiszen folytatjuk azt a hagyományt, amit annak idején a Károlyi, gróf Károlyi Erzsébet részére
kitaláltak, megépítettek. De olyan kilátót keveset tudnék mondani, ahol csak és kizárólag a kilátóért érdemes oda ellátogatni. Na ez a Sasbérci kilátó, ez viszont ilyen. Itt a kilátóért, magáért a kilátóért érdemes már turistaként felkerekedni, gyerekeket a hónunk alá csapni és följönni velük ide a hegytetőre. Nem is olyan vészes túra egyébként, innen Bujákról azért elég könnyedén megközelíthető, még kevésbé túra edzett személyek számára is, és valami elképesztően gyönyörű panoráma tárul a szemünk elé. Mi csak az elődeink által felépített tornyot próbáltuk felújítani, helyreállítani azt a szép képet, amit annak idején kitaláltak, illetve hát nyilván azokat a szerkezeti felújítási megoldásokat, amelyeket a műszaki tervezés során kigondoltunk. Nagyon szép, nem is tudom, hogy ezt kilátónak szabad-e hívni. Nem találtam még meg a jó szót rá, de azért az, hogy van egy ilyen kilátó torony, akkor módosítsuk így. Ez tényleg abszolút egyedülálló. Az erdésztársadalom idén ünnepelte a hazai erdészeti ágazat egyik legnagyobb formátumú szakemberének, Kán Károly születésének 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból konferenciát szerveztek Kán Károly tovább élő szellemisége címmel a Zalaerdő ZRT-nél. De lássuk, ki is volt Kán Károly. Az 1900-es évek fordulóján élt olyan erdőmérnök, aki az államigazgatásban is jelentős szerepet töltött be, de nagy munkája volt az erdőgazdálkodásban is. Felismerte az idők szavát akkor, és egy traumatikus helyzet után, ugye ez 1920-as években, egy programot indított, felfedezte azt, hogy Magyarországot tovább kell erdősíteni. Megmaradt határokon belüli területeken, milyen nagy jelentősége lenne annak, hogy minél több erdő legyen. És ezt a programot megalkotta, és közkincsé tette. Ezek után egyébként a természetvédelem megalkotója volt, hatalmas munkát végzett, és még nyugdíjazása után is tudományos munkát alkotott. És mindezek következtében jött létre egy olyan erdőtörvény, amely már a természetvédelméről is rendelkezett 1935-ben. Hozzáteszem, ezt már nyugdíjazása után tette. Tehát egy olyan ember, aki felismerte az adott korszakban a legfontosabbat, és azért tenni akaróan képes volt mozdítani, és az ő tervei alapján lehetett aztán, ha nem is rögtön, de későbbiekben az ő elvei alapján az alföld fásításokat véghez vinni. Kán Károly meghatározó egyénisége a magyar erdészetnek és természetvédelemnek, hiszen hozzáfűződik a trianon utáni időszakban. Nagyon nehéz körülmények között az, hogy talpra állította a magyar erdészetet, és az állami természetvédelemnek a megalkotása, a vonatkozó törvények és jogszabályok előkészítése is az ő kezemunkája. Kán Károly meghatározó szerepet játszott az 1935-ös erdészeti és természetvédelmi törvény megfogalmazásában, az alföld fásítási program pedig tulajdonképpen mai napig tart, tehát olyan iránymutatást adott, amely generációk múlva is eleven. Az előadók többsége szerint az erdész szakma ma is ugyanolyan küzdelmes időszakot él át, mint amilyenben Kán Károlynak és kortársainak kellett helytállnia a 20. század első felében. Meghatározó szerep hárul rá a vidéki élet fenntarthatóságában, az élhető környezet megóvásában, valamint a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is. A konferencián szó esett többek közt az erdészeti szakképzésről, a legújabb tudományos kihívásokról és az országszerte megvalósított közjóléti fejlesztésekről is. Az 1885-ben megalakított soproni intézmény jogelődje Temesvár vadászerdőn feljogosít arra, hogy azt mondjam, hogy ez a szakma Sopronban mindig is létjogosultsággal rendelkezett, és bízunk benne, hogy az erdész szakmának hasznos tagjait bocsátotta ki az elmúlt 133 tanévben. Én fontosnak tartom, hogy
hogy magas szinten gazdálkodnak a kollégák, magas szinten végzik a munkájukat az erdőgazdaságoknál, és ehhez az kell, hogy jó szakembereket a különböző szakmákból is megfelelően képzett és jó szakembereket vonjanak be a vállalat igazgatásba. Az élettapasztalat, a szakmai tapasztalat az mindig is szükség lesz, és a folyamatos továbbképzés, az önképzés az mindig is jelen volt a szakmában, és azt gondolom, hogy ez is egy jelenleg is egy nagyon fontos tevékenység. A jó erdőket azokon az elveken, amelyet Kán Károly is lefektetett, a természetvédelmi célokon keresztül is bizony tudjuk szolgálni. A konferencián kiemelten foglalkoztak a klímaváltozás hatásaival, melyek reális, tudományos forgatókönyvek alapján végzetesek lehetnek az Alföldön telepített erdőségekre. A negatív következmények elhárítása nagy kihívást jelent a mai erdész szakma számára. Ez egy világprobléma, és azt is mondhatnám, ez a világprobléma nem csak az erdészeket érinti, hanem az egész agráriumot. Legnagyobb válaszom a klímaváltozásra az, hogy a megoldás az részben az okos ember, az előrelátó ember, felelősségteljes ember, másrészt a szaktudás, másrészt pedig maga a növényanyag, amivel dolgozunk. A megoldás javaslata az nem más, mint a szaporítóanyag, amiben belenézünk, annak a minősége, amiben ha jobban belenézünk, az nem más, mint genetika. Az emberek ettől kicsit óckodnak, de ez semmit nem jelent, hanem azt jelenti, hogy az eddigi évmilliókat, amit a tölgy és a bükk, amitől sikeres, ezeket a tulajdonságait meg kell ismerni és fel kell használni. Nagyon egyszerű lesz, amit mondok, ez a változatosság, a diverzitás. Csak nem a faji sokféleség, hanem az egyes csemeték, az egyes makkok, az egyes populáció közötti változatosság, amit ma már ismerünk, hogy mekkora érték. Ez nem más, mint az alkalmazkodó képesség. Az erdész az valóban jó szándékú, tenni akaró, az erdőért, az erdőt féltő és az erdőért mindent megmozgatni akaró ember. Én azt gondolom, hogy ez egy szaktudás, amit hosszú évek alatt, évszázadok alatt halmoztunk fel, és igazán ennek a szaktudásnak a megalapozott és felelősségteljes használata az, amely a megoldáshoz hozzájuthattad bennünket. Része azt gondolom az ember az egész természetnek, és része, ha az ember része a természetnek akkor, és az erdőgazdálkodásnak, akkor a legfontosabb szereplő maga az erdész. Hogy a klímaváltozásról beszélünk, azért fontos, hogy a jövőben is legyenek erdőink, és a szakemberek ezzel tisztában legyenek. Úgyhogy minden mai beszélgetésünk a jövőnek szól. Az erdészek általában a jövőről beszélnek, mert ott nyilatkozik, ott mutatkozik meg egyébként a munkájuk eredménye. És ez pedig az, hogy legyenek erdőink, jó erdőink legyenek, és szolgálják a társadalmat. Az önkéntes tűzoltók munkáját segíti majd a jövőben az az 1 millió forint értékű adomány, amelyet a Szombathelyi Erdészeti ZRT-től kaptak a Kőszeg Hegyaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesületek képviselői. Idén februárban a Velemi erdőben 2,5 hektáron csaptak fel a lángok. Akkor 80 tűzoltó vett részt a mentésben. Az ő munkájukat köszönte most meg az erdészet. A katasztrófa védelem munkatársai akár hivatásos, akár önkéntes állomány dolgoznak, tiszteletet érdemlő munkát végeznek, mint hogy a rendőrök, a mentősök, és nem akarok senkit kiadítani, a határőrök, akik most a déli határon teljesítenek szolgálatot, nagyon jelentős munkát végeznek, értünk a civilekért. Ezért a mai napon megköszöntük a Vas megyei katasztrófavédelmi főigazgatóságnak, igazgatóság munkatársainak és az önkéntes tűzoltóknak, hogy közös munkával, az erdészek, tűzoltók közös munkájával megelőztünk egy nagyobb anyagi kárt, egy erdőtüzet. A Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság számos társadalmi szervezettel, társhatósággal együttműködésben végzi mindennapi tevékenységét, ahhoz, hogy az alaprendeltetésű feladatainkat minél magasabb színvonalon tudjuk végezni, hogy közösen tudjunk reagálni az újonnan jelentkező kockázatokra, kellenek is ezek az együttműködések. A Szombathelyi Erdészeti ZRT-vel a szabadtéri tüzek esetein a csökkentését tűztük ki célul, így több olyan tudatosító kampányt is kezdtünk már közösen az erdészettel, amellyel az ehhez kapcsolódó magatartási szabályokat tudjuk a lakosok számára közvetíteni. Vissza tud emlékezni, hogy az a februári erdőtűz, amikor jelentkezett ön éppen, hogy kapta meg ezt a hírt, és hát mi volt, amit először rögtön intézkedett? Éjszaka hívtak fel a helyi munkatársaim,
hogy Kőszegről nagyon jelentős tűzesetet jelentettek, és mivel Kőszeg 17 km-re van Szombathelyről, és Szombathelyről is látszottak a lángok által vetett fények, ezért valóban félelmetes volt a látvány, hála Istennek, tehát hála Istennek csak a száraz fű égett, és nem az erdő. Az erdő elégését, az erdő megsemmisülését már közösen meg tudtuk akadályozni. Évről évre most már egy megváltozott kockázati tényezők mellett végezzük a tevékenységünket. Ha fogalmazhatok így, akkor a szélsőségek, az extrémitásoknak a korát éljük. Ha megvizsgáljuk az idei évet Vas megye vonatkozásában, év elején a tavasz beköszönté után egy újabb téli időjárási ciklon csapott le a megyébe. A nyári, nagyon aszályos időszakban országos tűzoltási tilalom mellett végeztük a munkánkat, és a nyár végeztével szintén ciklonszerűen jelentős csapadékmennyiséggel és nagyon komoly helyenként 80, 90, 100 vagy 100 km per órát meghaladó széllökésekkel érkeznek ezek a viharok. Bruttó 1 millió forint értékben adtunk át eszközöket az önkéntes tűzoltóegyesületeknek. Az eszközök működésével nem vagyok teljesen tisztában, hiszen a profik határozták meg, hogy milyen eszközök szükségeltetnek egy ilyen tűzoltáshoz, de szikra csapó eszközök voltak itt, olyan válra akasztható vízhordó készülékek, amellyel nehéz terepen vizet lehet juttatni a tűzfészek közelébe, illetve olyan lámpák, amelyek akkumulátorral éjszakai körülmények között is segítik a tűzoltók logisztikai munkáját, ezeket adtuk át ma nekik. Hogyha azt tapasztaljuk egy túrázás alkalmával, és tűzoltókról lévén szó most, hogyha tűzesetet észlelünk, a lehető leggyorsabb reagálás az, hogyha a 112-es egységes hívószámot hívjuk, bejelentjük a diszpécsereknek, hogy hol, mit tapasztaltunk, és innentől kezdve a műveletirányításban lévő kollégák a megfelelő erőket a helyszínre fogják irányítani majd. Én mindenképpen azt javaslom, hogy előzetesen az internetes portálokon tájékozódjanak a túrázási útvonalakról, tájékozódjanak arról, hogy milyen helyeken, milyen szabályok mentén lehet adott esetben szabályozott körülmények közt tüzet gyújtani, egyet bográcsolni, szalonnát sütögetni, és önmagában a tűzgyújtásnál figyeljenek arra, hogy ezek eloltására alkalmas eszközök is legyenek a környezetükben. Az erdő egy olyan érték, amelyet nem csak magunk használunk, hanem használtak már az elődeink, és bízunk abban, hogy unokáink is jó sokáig fogják még használni, és az ő unokáik is. Ezért óvatosan kell az erdővel bánni. Bármennyire is sokra tartja magát az embert, azért a természet az úr, és a természet erővel szemben nem illik menni, inkább alázattal kell viseltetni, és az erdőben úgy kell viselkedni, ahogy az egy alázatos emberhez méltó. Október 8-án a Sasréti Vendégháznál ünnepélyes keretek között avatták fel a Mecsekerdő ZRT legújabb szakrális kegyhelyét. Az átadó a Keresztény vonatkozású erdei emlékhelyek című projekt záró ünnepsége volt. Társaságunk közjóléti tevékenységének középpontjában az ember áll, ezért fejlesztéseink is emberléptékűek. Turista útjaink, kerékpárútjaink és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra a testkarbantartását, erdei iskoláink szellemisége a környezettudatos gondolkodás kialakulását és fejlődését, az erdő mélyén rejlő emlékhelyek a lélek megnyugvását szolgálják. A Mecsekerdő ZRT a Mecsek Egyesülettel karöltve folyamatosan törekszik közjóléti létesítmények megóvására és karbantartása. A projekt célkitűzése az erdőgazdaság törekvésével összhangban, hogy a Mecsekerdő ZRT területén fellelhető keresztény vonatkozású erdei emlékhelyek méltó állapotba kerüljenek. Huszonhét darab emlékhelyet újítottunk meg. A Mecsekerdő ZRT arra törekedett, hogy a működési területén és annak közvetlen környezetében az összes ilyen jellegű erdei emlékhelyet megújítsa. Ezek az emlékhelyek inkább a népi vallásosság körébe tartoznak, mint sem az egyházi kultikus helyek közé. A népi vallásosság körébe tartozó emlékhelyeknek meg az a specialitása vagy a sajátossága, hogy valamilyen fajta történés, fogadalom,
következtében jöttek létre. Elődeink, miközben együtt éltek a természettel, olyan emlékhelyeket is kialakítottak, ahol egy-egy életforduló, egy-egy élethelyzetben fogalmaztak meg egy-egy élményt, és ezt egy emlékhelyként jelentették meg, egy kereszttel, egy szobor állítással. Amikor ezeket a múlt eseményeit fölidéző szobrokat, emlékhelyeket felújítjuk, akkor valójában nem a múltba tekintünk, hanem a jövőbe. Azért, mert a reményt éltetjük, hogy vannak gyökereink, vannak lehetőségeink megújulni, de legfőképpen saját identitásunkra rátekinteni. A természet közelsége ebben segít mindannyiunknak. Az állami társaságoknál elvárás az, hogy a közülületi fejlesztésekkel minden olyan objektumot létrehozzanak, illetve felújítsanak, ami a társadalom számára egyfajta kiránduló célpontként, illetve erdei programként beilleszkedjen. Ebbe a körbe teljesen megfelel a Mecsekerdő ZRT-nél végrehajtott egyházi emlékhelyeknek a felújítása. Baranya megye nagyon jól ellátott turistautakkal, és ezek az emlékhelyek szinte mindegyike turistaút közelében vagy annak közvetlen közelébe fekszik. Hosszú évekre visszamenőleg elmondható az, hogy a Mecsekerdő ZRT törekedett arra, hogy a turistautak mellett látható emlékhelyeket vagy látványosságokat karbantartsa. Az elmúlt időszakban évente egy-két emlékhelyre jutott mindig kapacitás. Ebben a munkában nagyon szoros együttműködés volt már az előző időben és ma is. Most hál' Istennek ennek a projektnek a keretében az összes emlékhely egyidejű megújítására lehetett lehetőségünk.